Hírstúdiónk vendége Dobrainé Bérci Dóra, aki karcagiként átúszta a Balatont. Mai vendégünk Dobrainé Bérci Dóra. Mivel Dórival régóta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk. Köszöntelek, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntöm én is a nézőket. Hatalmas élménnyel gazdagodsz évről évre, hiszen a Balatont idén harmadik alkalommal úsztad át. Mondj erről néhány gondolatot nekünk. Hogy jött az ötlet egyáltalán, nyilván az úszás kapcsán, ami gyermekkorod óta űzöd, hogy mész, átúsztod a Balatont, erre nyilván készülni kell, tehát számos szegmense van. Igen, hát úgy most igaz, ez a idei év egy kicsit máshogy alakult, mint az előző kettő, de például az előző kettő évben elkezdtem azért jóval előtte kijárni az uszodába, biciklizni, nekem ez a két fő felkészülési forma volt, mert futni azt annyira nem nagyon szerettem, tehát inkább a bicikli és az úszás. Heti 2-3 alkalommal az úszás, illetve a biciklizés beiktattam ugye az életemben, és akkor nem feltétlenül az 5,2 kilométert úsztam le az uszodával, mert azért az elég unalmas lenne azért ott állandóan körözgetni, de mégis azért folyamatosan edzettem rá, és így sikerült eljutnom ide. Az idei évben egy kicsit máshogy volt, igaz, hogy nem tudtam úgymond úszni se sokáig járni, de a magát az úszást is elhalasztották, tehát nem a állandónak mondható június utolsó szombatja a balatátúszás időpontja, most igaz ez nem így volt, hanem augusztusban elhalasztották, és így egy kicsit több idő volt felkészülni. Magát a felkészülést nem csak ilyen sport szempontból, tehát hogy az erőlét legyen meg, hanem az egy kicsit úgy fejbe is össze kellett úgymond egy picit rakni, hogy végig tudom én ezt csinálni, nem volt úgy vele semmi gond, akármikor meg lehet állni úgymond a úszás közben is, hogyha kell, de nem nagyon szeretek, mert akkor még rosszabb csak elindulni. Milyen távról beszélünk egyébként? 5,2 kilométer összesen a Balatonátúszás távja. Az idei évben volt egy fél táv is, aki úgy érezte, hogy nem tudott felkészülni a koronavírus miatt, az a fél távot is elindulhatott. Hogy néz ki egy verseny? Oda mész, és kérlek, mutasd be nekem, hogy utána mi történik a versenyzőkkel? Maga a versenyig az oda megyünk, Réfülöpről indul ez a verseny, oda megyünk, be kell regisztrálni, kapunk egy karszalagot, azt lepittyentik, most igaz volt lázmérés és minden ilyen egyéb. Ott egy kicsit azért bemelegítünk, igaz, úszósapka, szemüveg, minden ilyen dolog, ami ehhez szükséges, és akkor zuhanyzás, és akkor indulás az 5,2 kilométerre, és akkor körülbelül 50 méterenként, vagy még sűrűbben állnak a vitorlások ezen az úszó folyosón keresztül, és oda bármikor bárki kikapaszkodhat, aki nem érzi jól magát, esetleg csak pihenni akar, vagy körbe akar nézni, tehát nincsen igazából kikötve, és ott a vitorlásokon az emberek szőlőcukorral, vízzel támogatják az úszókat, tehát így nagyon kedvesek, így ahogy szoktam látni. És akkor az 5,2 kilométer végén szintén egy karszalagból lepintjentik nekünk az időt, és akkor azt is megmondják, amit egy képet is készítenek ott rólunk frissibe, hogy eléggé elfáradva, de mégis ezt az oklevél, lesz egy oklevél, amit le lehet tölteni a átúszás oldaláról, és akkor ezt úgymond magunknak el tudjuk rakni emlékbe. Ott kapunk egy kis táskácskát, abba alma, műzliszelet, üdítő, póló és ilyen, hát ilyen promóciós dolgokat adnak lényegében, és ott még vannak különböző rendezvények, amiken ott részt lehet venni, főleg a szponzorok által felállított sátrakba, különböző játékokat lehet űzni, szoktak lenni bemutatók, tehát hogy azért az odaérkező támogatók, családtagok se unatkozzanak addig, míg azért egy bő 3 óra alatt az átlag leúszta ezt a távot. Van-e valami, amire nagyon oda kell figyelni, hogy te magadban, akár ugye a szervezet jelzéseként figyelsz az alatt, ahogyan említetted, a bő 3 óra hosszú alatt mi úszol? Hát nekem igaz, mivel a térdem nem százas, tehát egy szalag nyúlásom van úgymond a térdembe, azért arra azért szoktam figyelni, hogy néha váltsuk egy kis úszásnemet, hogy ne görcsöljön be esetleg, vagy ilyesmi, meg én nem szeretek megállni, mert utána még nehezebbnek érzem elindulni, meg úgy körülbelül 2,5 és 4 kilométer köz van az a
táv, amikor egy kicsit úgy ösztönöznöm kell magamat, hogy mégis menni fog, nincsen semmi gond, hajrá, csináljuk, és a végén pedig nagyon jó beérni. Itt nagyon sok emberrel ismerkedhetsz meg, korodbeliekkel, idősebbekkel is akár. Mi az átlag életkor egyébként a Balaton átúszáson? Kik azok, akik próbálkoznak? És miért fontos, hogy az ember, ugye beszéltünk, ahogy közösségben van, és van egyfajta közösségépítő szerepe? Hát az átlag életkor nagyon vegyes. Tehát van a 82 évestől kezdve a 6 évesig, aki leúszta, de azért szerintem átlagosan egy ilyen 40 év az átlag, és inkább férfiak ússzák ezt a hozt, amit nem nagyon értek, de hát így van. De nagyon sok tényleg a fiatal és olyan kisgyerekek úsznak, akik tényleg le a kalappal előttük ez 5,2 kilométert leúszták, még akkor is, hogyha megállnak. Azért ez egy nagy élmény szerintem nekik, és jó azt látni, hogy azért ők is ezt így úszszák, de rengeteg sportegyesületet látni itt egyenbe, hogy ők itt úszszák, vagy éppen híresebb sportolók, vagy akik így mellé állnak ennek az ügynek, hogy azért minél többen jöjjenek az emberek és ússzanak, már csak az egészségük miatt is. Kiket tudnál kiemelni esetleg az ismertebb emberek közül, akik az idei évi rendezvényen jelen voltak? Hát most, aki a leggyorsabb idő alatt úszta le, 57 perc, ha jól emlékszem, ő Rasovszky Kristóf, világbajnok úszó, és ő most meg is döntötte a csúcsot, a átúszásnak a csúcsát. De több ilyen hosszú távúszó is jelen van ilyenkor. Jövőre készülsz-e, és mik a további terveid? Hát szeretnék jövőre is, hogyha minden összejön, és vírus és minden úgy engedi, akkor szeretném jövőre is leúszni ezt, de a további tervekben természetesen ugyanígy szeretném folytatni a sportolást, nem feltétlen az átúszást miatt, csak úgy a saját jókedvem, illetve hogy az egészség miatt. Felkészülés tekintetében fogsz-e valami módosítani? Hát egy kicsit lehet többet lehetne úszni, járni, csak igaz az úszás is egy olyan, hogy azért tehát egy biciklizést hamarabb beiktat az ember, mint egy úszást, mert azért az egy kicsit több idő kell ott, míg átöltözzem be, és minden ilyesmi, meg igaz, az csak egyedül tudom végezni az úszást, úgymond, a biciklizés pedig azért könnyebben csapódik hozzám valaki, és akkor csak úgy menjünk biciklizni, tehát az úszást szeretném egy kicsit többet beiktatni a felkészülésbe, de egyébként másban nem szeretnék változtatni. Sok sikert kívánok a következő évhez is, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, stúdiónk vendége voltál. Köszönöm szépen!